Engedjék meg, hogy október 6-a lévén mai nap egy pár másodperces megemlékezéssel gondoljunk a 13 aradi vértanúra, akiknek ma van az emléknapja, az nemzeti gyásznap, de tudjuk, hogy nem csak a gyász, hanem a köszönet és a hála napja is ez, hiszen olyan emberekről van szó, akik életüket adták. Egyrészt a magyar függetlenségért, másrészt a hazaszeretet és a haza iránti elkötelezettség példájaként. Kérem, hogy álljunk föl egy pár pillanatra, és gondoljunk rájuk. Köszönöm szépen. És akkor még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és mindenek előtt a mai nap ünnepeltjét, Albert Gábor Kossuth-díjas írót, akinek a könyvbemutatója ez az alkalom, amely a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata élő folyóiratának a sorozatában kerül megrendezésre. Ez lesz a második évfolyam 5. száma, hogy úgy mondjuk, 5. estje, és azt gondolom, hogy szintén nagy szeretettel kell köszönteni körünkben Tarján Tamás József Attila díjas irodalomtörténészt, aki az estet majd vezeti, és Szabó András Madács díjas színművészt, aki a műből felolvas majd részleteket. Én most ide kérem a elnökségi asztalhoz Albert Gábort és Tarján Tamást, és át is adom nekik a szót. Tisztelt közönség, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Valójában előre megbeszéltek szerint nem is én nekem illene átvenni a szót, hanem már is a zenei szemelvényre kerülne sor. De ha Kati kimondta a Nemzeti Emléknap, Gyásznap, október 6-a tényét, azért egy fokkal hadd fessem a képet világosabbra. Albert Gábor születésnapjának a hónapjában is vagyunk, valamint ez a mai nap emlékeztet az ő munkásságából legalábbis a Szemera Bertalan könyveire, tehát a napnak ilyenfajta közvetlen kapcsolódása is van. Megkérlek akkor, hogy fáradja a hangszerhez. Úgy illik, hogy a művész úr neve is elhangzik, Fóris Szilárda meghívott.
Köszönjük szépen. Tisztelt közönség, a könyvet, a Pontkiadó kiadványát, amelyet ma szerencsénk lesz Albert Gábor segítségével bemutatni, másodszor vagy harmadszor olvashattam el erre az este készülve, ami azért is öröm, mert ilyenkor, mint látni fogják, egy-két korábban nem látott nüansz is szembeötlik. Én azt gondolom, Gábor, hogy a mai estét te nélkülem remekül egyedül is végigcsinálnád, mert közismert showman vagy, de megkérdezzek, miután a könyvben egy helyen szó van zenélésről, hogyha a zenét neked kellett volna szolgáltatni, tudnál ma még hegedülni? Sajnos a hegedű nekem, mint hangszer nagyon sokat adott, ami benne is van a könyvben magában, de sajnos azért már nem szoktam hegedülni, úgyhogy a hegedű már csak nyugszik a bent a szekrénybe, úgyhogy nem szoktam hegedülni, nem tudnék már. És akkor még egy előzetes kérdés. Gondolom a többség olvasta a könyvet, tehát tudja, hogy milyen motivumokról, epizódokról beszélünk, ha meg nem, akkor menet közben kiderül. És hogy állsz a vizitúrákkal? Jársz-e még? Sajnos a legutóbbi időben valahogy összeroppant az valami bennem, úgyhogy egy éve már nem járok. Tavaly még voltam, de idén nem voltam. Ezt azért is kérdeztem, és akkor ígérem, rátérek a könyvre, mert Albert Gábor egy másik beszélgetésünk alkalmával már értesülhetett, hogy kettőnk között ugyan nem kibékíthetetlen, de mégis tényszerű vallási különbség áll fönn, de azt a kenút, amelyikkel ők evezni jártak, azt a piarista gimnázium udvarán építették, tehát ott, ahol az én alma máterem volt, ígyképpen tiszteletbeli piaristának is tekintelek. Egy magányos merénylő elmélkedései, ez a könyv címe, és magáról a címről is sokat fogunk beszélni. Azok a nüanszok pedig, amelyeknek az ember a nyomára bukkan akkor, amikor többetszer olvassa a könyvet, azok nem biztos, hogy a könyv lényegét beszélik el, de nekem például most roppant érdekes volt, nem tudom neked föltűnte, hogy az első könyvednek, az albérleti szobáknak a címében, az első szóban benne van a neved anagrammája. Albert éli az albérleti szobákat. Ez nem jutott eszembe, bár voltak, akik valahol ebben már valahol eljátszottak egyszer. Igen? Az albérleti, szóval azért ez nem új dolog, nem te találtad. Nem, én csak éppen valami lényegtelent megláttam, bízva abba, hogy minden lényeges, úgyis majd te mondasz. De egyébként érdekes volt, hogy a könyvben két Illés prófétád van, az egyik ugye egy kicsit negatívabb szerepben, Illés Endre, és pozitívabban Illés Árpád, akiről itt még majd bővebben lesz szó. No, de ne a betűk közvetlen tánca körül táncoljunk magunk is, hanem nagyon röviden hadd mondjam azt, hogy az én olvasatomban egy markáns kételynek a könyve, egy markáns kételynek a története lényegében sorsregény, amely igen messzire visszanyúlik az időben, ugyanakkor tényregény is, miközben a regény szóval illetni ezt a könyvet eléggé kérdéses és eléggé bizonytalan az ember számára. Illusztrált könyv, tehát nagyon fontos, hogy dokumentumok, családi könyvkiadás történeti és egyéb dokumentumok és kéziratmásolatok, egyebek is követik. Mindenről részletesen fogunk beszélni. Mielőtt majd Szabó András hangján szólalna meg Albert Gábor a saját könyvének, mint egy felvezetéseként, arról kérdezze Gábor, amit én nem tudtam egyértelműen eldönteni. Mit tekintsünk, milyen dátumot a könyv keletkezésül? Mert az utószóra, az utóhangra 16-ban tetted ki a pontot. De belül a könyv nem egészen árulja el, hogy mikor keletkezett, hogy hogyan, az külön kérdés lesz. Ez azok közé, a könyvek közé tartozik, amelyiket legalább, rettentő sokat dolgoztam rajta, mert
majd el fogom mondani, hogy miért különleges a ilyen szempontból számomra ez a regény, amelyikhez még hadd mondjak el valamit még itten előtte, egy ilyen bevezetésként, kedves Szemadán György barátom valamikor mondta, egy ilyen bombóként mondta el, hogy ő nagyon szeret mások könyveit bemutatni. Mert akkor teljesen kötetlenül beszélhet saját magáról, nem tudom, egy óra hosszat. Hát valahogy így van, most szeretném elmondani azt, hogy én magam is már ma lassanként úgy vagyok vele, hogy én is nagyon szívesen és nagy örömmel beszélek itten egy Albert Gábor nevű írónak erről a könyvéről, mert már szinte annyira eltávolodtam tőle, hogy valójában, mint egy másik regényt, mint másnak a regényit, vagy az írását úgy tudom olvasni, majd hogy hányszor átdolgoztam arról, majd szó kerül itten, és hogy milyen furcsa átdolgozási, hogy mondjam, az átdolgozásokban otthonos vagyok, mert amikor a szociográfiát írtam, akkor is a szociográfiának az alapanyagát, azt, hogy még egyszer át kellett gyúrnom, de valójában egészen másfajta volt az. Úgyhogy erről szeretnék, hogy én most itt úgy tekintem magamat, mint ahogy mondom a Szemadám Gyuri, hogy itten örülök, hogy nem egészen egy óra hosszat dicsérhetek egy írót, akit ugye Albert Gábornak neveztek annak. Lefogadom, hogy több lesz, mint egy óra. A könyvből kiderül, hogy te egy nagy átdolgozó vagy, hiszen több könyved esetében fejezetekre tagolásról, levelek átrendezéséről és egyébről is szóval. De akkor kérjük most Andrást, hogy mondja el a te gondolataidat. Valaki, vagy valami, mondhatnánk így is a világ, mindig kérdez, és mi több-kevesebb sikerrel válaszolunk. Gesztusokkal, lelki rezdülésekkel, s időnként, de ez a ritkább, kivételes eset, szavakba is öltöztetjük válaszainkat. Ez az életre halálra menő kérdés-felelet játék, ez a diskurzus, ez a beszéd életünk lényege. Történetesen más, mint a kérdésekre adott válaszok egymás utánja, folyamata. A vége érhetetlen körforgás, ahogy a kérdés bensőmben a válasz ruháját ölti fel, hogy aztán frissen szerzett ruháját eldobja, s újra kérdésként fordítson egyet az élet kerekén. A megtett út, ha kacskaringós, ha véletlenek is a jelzőtáblái, mindig ugyanazon cél felé halad. Sokáig azt hittem, minduntalan véletlenekkel találkozom. Véletlenek löknek olyan utcákba, amelyek gyakran éppen ellenkező irányba látszottak vinni. Mert ugyan, mi köze hozzám a katonaiskolának, és hogy illik ehhez a teológia? Pedig mind a kettőt megjártam, és mind a kettő véletlen volt, vagy inkább kitérő, ahonnan vissza lehetett térni egy másik kitérőbe, mert ezek szövedéke vagyok. Úgy is írhatnám, hogy vagyunk. Kitérések és visszatérések, céltudatos elkalandozások vagy szerencsés eltévedések, hogy aztán olykor magányos merénylőként szembeforduljunk a sors állarcában tetszelgő nagy kísértővel, aki nem csak életünket akarja birtokba venni, erkölcsünkre is igény tart. Ebben a labirintusban aztán, ha még a szerencse is a kezünkre játszik, eljut az ember egy olyan pontra, amely ugyan semmiben sem különbözik a többitől, de a külső szemlélő úgy látja, ez valami kitüntetett hely. Olyan kilátó, bár lehet, hogy a legmélyebb iszapos gödör vagy annak széle, ahonnan érdemes visszatekinteni. Persze csak kívülről látszik ilyennek, belülről folyamat, észrevétlen bakterház, amely előtt fügyszó nélkül robog el, siklik tova vagy zötyög át életünk, ki tudja hány teherkocsit maga után vonszoló vonata. Hömpölygő folyam, labirintus, vonat, állomások, utcák, útvesztők, senki által nem taposott gyalogösvények és csempészutak. Mert végül is, ahogy egy jelenkori mester írta, a gondolkodásban az út a lényeges, egyedül az maradandó.
A boldog kényszert a kérdező jelentette, ihletőm a közös gondolat volt, s tehertétel az átélt évek salakja. A beszélgetés és a monológ egymásba szövődött, az elhallgatás és az utólagos kiegészítés egyensúlyt próbált teremteni. A magány az emberi lét természetes állapota, többnyire áldás, a termékenység gazdag bőségével terhes, máskor kopár bilincs, lélekre csapódó börtönajtó. Minden merénylet, kitörési kísérlet. Életem, életünk, ezeknek a mélyben végbe ment, olykor meg nem nevezhető kitörési kísérleteknek végtelen sora, ha úgy tetszik, szövedéke. A merénylet szót a terroristák kisajátították maguknak, holott valamennyiünket ezek a rejtett vagy látványos kitörési kísérletek, merényletek tartanak életben. Merjünk új értelmet adni a szavaknak. Ez is lehetne a magányos merénylő egyik jelmondata. Egy magányos merénylő elmélkedései. A könyvcímből az elmélkedései szó Albert Gábor életművét ismerők számára beszédes szó, hiszen az egész epikai teljesítmény át meg átszőve az elmélkedéssel. Akár szépirodalmi, akár a szépirodalom különféle köztes műfajai azok, amelyeken Gábor megszólalt. Viszont ez a magányos merénylő, ez egy érdekes szószerkezet, és a könyvben mesterien van elhelyezve. A regényépítkezés folyamán eleinte Gábor csak megkockáztatja, vissza is vonja egy-egy szituációban a szószerkezetet. Aztán később talánokkal, feltételes módokkal övezve mégiscsak szerephez engedi, később már egyértelműen így nevezi, majd két nagybetűvel, magányos merénylőként, mint egy szerzői nevet, mint egy ilyen sajátságos álnevet, egy második tulajdonnevet alkalmazza. Gábor, én azt gondolom, hogy ez a szép, mély hangrendű szó, magányos. És ez a szép, magas hangrendű szó, merénylő, ez úgy külön-külön neked nem nagyon tetszene, csak így egymáshoz kapcsolva fogadod el, mint önjellemző kifejezést, mert úgy sem igazán magányosnak, sem igazán merénylőnek nem gondolnálak, vagy az alakmásodat, aki a könyvben szinte veled azonosan megszólal. Hát a merénylő tulajdonképpen nekem azért akkor jutott eszembe, amikor az egyik ilyen merényletre, mert tényleg úgy tekintették, mint merényletet, ez az a nevezetes, számomra is nevezetes, és a valójában később is tényleg jelentőssé vált írószövetségi közgyűlésről alakult ki az a vélemény, hogy egyrészt merényletszerű volt az egész, másrészt pedig az, hogy akik ellen irányult, azok eleinte el sem hitték azt, hogy itten valójában arról van szó, hogy egy magányos ember mondta volna ezt. Ők úgy érezték, hogy itten valamilyen szövetség, vagy valamilyen megszervezett akcióról volt szó. És valójában az átértelmezése volt az, amelyik ezt az egészet, mert ennek azért van egy előzménye is, ennek két előzménye is van, amelyik az egészet valójában egy kicsit úgy átfordította. És én azért ezt alaposan nem fogalmaztam mindegyiket, de bizonyos mondatok beiktatásával, apró kis rezdülésekkel próbáltam az egészet úgy áthangolni, és úgy érzem, hogy ez sikerült is áthangolni. De azért itt, aztán itt beszéljünk azért arról, hogy ennek volt egy ős oka, aki, ami ezt az
áramlás, mert én szeretem ezt a szót használni, hogy valójában ez az egész, ez a kötet egy, a végső soron, a végső formájában valamilyen áramlásszerű, egymás után jön, és majd egyik húzza a másikat után, a másik után, de ennek valójában az ős oka, itt az első oldalon, itt olvashatjuk azt, hogy a kérdező és a közbeszóló Kövesdi Zsuzsanna, most ő itt van nálunk, és én szeretném, hogyha egy 3-4 percre kijönne ide hozzánk, és elmondaná azt, hogy mi volt ennek az ős oka, és hogyan kapcsolódott ő egyáltalán, vagy hogy volt ő ennek igazán kiváltója, mert lehet ő nélküle talán sohasem írtam volna meg ezt a könyvet. Ez egy csodálatos szerencse, ez az 5 részes portré sorozat, amit Gáborral föl tudtam venni. Egy részre volt megbízatásom, és kilobbiztam az 5 részt, amit mai napig nem is tudom, hogy sikerült, mert olyan fantasztikusan 8-10 ember életét terítette itt elém, ahogy én még ilyet nem éltem meg a rádióban, és akkor hát nem akarták persze ezt engedélyezni, és aztán addig hallgattattam meg velük a főnökeimmel, amíg belátták, hogy ezt tényleg nem szabad kihagyni, és akkor így az 5 részt egyben megcsináltuk. És nekem az volt a legnagyobb élményem, hogy amit itt föl is villantottak már itt a beszélgetésben előttem Tamással, Gábor, hogy annyiféle elhivatottsága volt Gábornak, ami tulajdonképpen a vidéki értelmiségi jó józan ésszel rendelkező hát sokadik nemzedék révén érthető, tehát benne volt az egész család története és az ő egész életében, az összes próbálkozásban, a Feleki Miklós színész őstől kezdve a pap ősök, és tulajdonképpen annyifele indult el az élete, és mindenütt akadályokba ütközött, és ettől lett ennyire burjánzó, barokkos, fantasztikus, hogy mindig a lehetőség mindenre meg volt benne. Úgyhogy én mindig úgy éreztem, hogy Albert Gáborból bármi lehetett volna, ha miniszterelnök, akkor miniszterelnök, tehát teljesen mindegy, mindenhova elérkezett volna, ha nem ebben az átkozott közegben kell az életét eltölteni, ahol mindig falat építettek előtte, de ez azért óriási dolog, és ez egy óriási előny, életünkben, hogy mindig át kell mászni a falat, és át is másszuk a falakat, és akkor így dúsul föl az élet. Úgyhogy nekem ez egy óriási ajándék volt, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy ebből könyv született a magam nevében, és mindannyiunk nevében is, mert sajnos a mi átkunk, hogy az éterben elszáll a szó, és ezek nem maradnak meg, és egyetlen egy példaképünk van, aki itt ül előttem, Albert Zsuzsa, aki a 10. könyvét kiadta már a rádiós életéből, és hát ezt kellene mindannyiunknak csinálni, mert hát nincs mindig ilyen szerencsé az embernek, hogy a riportalany megteszi ezt helyette, és ilyen csodálatos könyvet tesz le az asztalra. Köszönöm szépen. Zsuzsa, még csak annyit, hogy ez a beszélgetés Gábor lakásán történt, hogy a rádióban nem egyértelmű. Néha úgy érzem, mintha te rámutatnál, hogy itt van mögöttem a fénykép, vagy itt van a fiókban valami. Hol történtek ezek a beszélgetések? Hát alapvetően a beszélgetést a rádióban vettük fel, de hát én azért bejáratos voltam az életükben. Zsuzsa révén, Zsuzsa az én anyám, rádiós anyám, aki mellett hát 30 évet eltöltöttem a rádióban, az 50 éve árnyékában, és hát mindent neki köszönhettem, amit tanultam. És így van, és ez a legnagyobb baj, ami most folyik a médiában, hogy nem hagyják meg, hogy a kicsik fölnőjenek a nagyok mellé. És így hát sok mindent kaptam. Tehát így az életüket azért jól ismertem, és otthon voltam benne, úgyhogy, de hát a rádióban kellett a technika miatt aztán fölvenni. Azért mertem szóba hozni ezt a hol vettétek föl a beszélgetés kérdést, mert a könyvben nagyon sokféle sajátságos írásszakmai lebegés van. Tehát például nem lehet tudni azt sem, hogy a beszélgetés pontosan milyen szituációban és mikor zajlik, az érezhető, hogy nem egy ülésben, és helyenként ugye hosszú 20 oldalakra búcsút veszel a kérdezőtől, illetve a közbeszólótól, vagy más régebbi könyveidből, ha nem is szó szerint, de idézel, vagyis vegyes technikával dolgozol. Úgyhogy visszaadom a szót a könyv készülése történetének.
egészen, hogy mondjam, különleges dolog volt ezzel a rádió műsorral, mert valójában ugye ez 6, ha jól emlékszem, 50 perces beszélgetés volt ennek az egésznek az alapja, amelyeket én utána leírtam magamnak, és elszörnyedve láttam máskülönben, hogy ami a természetes beszédbe simán megérthető és pontos, és úgy érzi az ember, hogy milyen pontosan fogalmaz, amikor leírom azt, abban a pillanatban látom, hogy mennyi esetlegesség van benne. Na most nekem nagy gyakorlatom volt máskülönben abban, hogy a magnetoforra fölvett anyagból hogyan lehet szöveget létrehozni. Csak valahogyan ebben az esetben pontosan fordítottja volt a helyzet. Mert amikor az én székelyeim, bukovinai székelyeimnek a szövegeit próbáltam szöveggé átalakítani, akkor arra igyekeztem, vagy arra törekedtem, és nagyon sokszor sikerült is, úgy érzem legalábbis, hogy lehessen érezni azt, hogy ez egy szabadon beszélő, és egy közvetlen beszélgetés van ottan, nem pedig egy előre konstruált szöveg. Na most a másik esetben itt, amikor a Zsuzsával én beszélgettem, és utána ezt meghallgattam, nagyon nagy sikere volt, és tényleg sokan mondták, hogy milyen jó lendületes a szöveg, de ez leírva ott. Pontosan az ellenkezőit szerettem volna, hogy ne higgyék azt, ne érezzék azt, hogy ez egy rádióműsorban egy elhazgott és egy szabad beszélgetés, hanem ennek legyen valamilyen inkább ilyen esszeisztikus jellege. Azt hiszem, hogy lényegében sikerült is. Természetesen azért a beszélgetések bizonyos fokig azért elválnak attól a résztől, például, amit előbb hallottunk. Ez azért most utólag úgy éreztem, amikor most is itt hallottam, hogy talán azért ez a bevezető rész, amit itten hallottunk, azért olvasva azért, hogy mondjam, könnyebben érthető, és nem annyira felolvasásra szánt, hanem magányosként olvasva és szembesülve ebben a szöveggel, inkább esszéisztikus, mint ahogy nem tudom, a szabad beszédet utánozná. Gyakorlatilag az írói pályád egészéről szó van ebben a könyvben, de most már megpendítetted a szociográfus énedet és az Emelt Fővel című könyvedet. Még ne térjünk rá erre, majd előbb most zenét hallgatunk. Zsuzsanna előbbi megjegyzéséhez, hogy Gábor előtt mennyi akadály tornyosult, és milyen sokfélét próbált, ezt meg András részletéből hallottuk, ezt magam is megerősítem, és a könyv egyik csodája, érdekessége ez a akaratlan buzdító szándék, hogy az akadályok arra vannak, hogy leküzdjük őket. Én a könyve egyetlen dolgot találtam, amit Albert Gábornak nem sikerült futballistának lenni, mert szóba került egyszer, hogy akkor fölvennék őt fiatalon szinte bárhova, ugye Pécset dolgozni, de az volt az első kérdés, hogy tud-e focizni. És olyan becsületes volt, hogy azt mondta, hogy nem. Én azon csodálkoztam, miért nem azt mondtad, hogy igen, hát eléggé sportos alkat, vagy egyébként is, hát bizonyára, hogyha nagyon megemberelt magad, akkor egy pár hónapig ment volna a dolog. No, nem elvicceljük, különösképpen nem az Emelt Fővel előtt, és különösképpen nem a te következő szereplésed.
Roppant sokszólamú a könyv, amely előttünk van, hiszen például az első 40-50 oldala az inkább családtörténeti érdekességekről, mint egy a... Én nem vagyok otthonos Albert Gáboréknál, de mondjuk a falon függő családi portrékról szól, azokat eleveníti meg. A későbbiekben pedig az életmű különböző kötetei között néha időbontással is kalandozik. Zsuzsanna mindig jó érzékel rákérdez arra, hogy az élményanyag és a megvalósítás, az élményanyag és a szövegé formálás mikor, milyen módon és milyen okból van összefüggésben. És ott vannak ilyen érdekességek például, hogy ez a remek cím a Kagylóhéjban, Gábor nagy bánatára nem az ő ötlete, pedig örülne, ha az övé lett volna, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon sok könyvről nagyon sok fontos információt kapunk. Ugyanakkor a könyvnek a tengelyében nem túlsúlya, de az Emelt fővel című szociográfiád áll. Az a benyomásom, hogy az Emelt fővel nem a néhány évtizeddel ezelőtti, és akkor nagyon népszerű és sok művet termő magyar szociográfiai irodalomba illeszkedik, hanem inkább a te egész életművedből és az írói gondolkodásodból nőtt ki. Tehát kapcsolatot tart azzal, amit a Magyarország felfedezése sorozat és a társkiadványok képviseltek, de igazából ez mégsem úgy maradt meg az emlékezetünkben, mint egy szociográfiai könyv, hanem úgy, mint egy Albert Gábor könyv. Hát ennek, hogy mondjam, ennek a megjegyzésnek nagyon, nagyon örülök, és köszönöm. Köszönöm, mert én is úgy érzem, hogy az Emelt fővel egy eredendően szubjektív alkotás, szóval az én alkotásom, és valami olyasmit sikerült elérnem ebből a kitörési kísérlettel, mert hiszen valójában kitörési kísérletről volt szó, mert valahogy azt hiszem három köteten vagy négy köteten megjelent már akkor, amikor úgy éreztem, hogy valahogyan beszorultam ide ilyen az aszfalt világba, amelyik tőlem idegen, mert én végül mégiscsak egy falusi gyerek voltam. Én falun nőttem föl, és valahogyan úgy éreztem itt, hogy a városban valahogyan nem tudok kapcsolatot teremteni, és egy olyan közösséget teremteni magam köré, amelyik valahogyan magamhoz is közelebb vitt volna, magamhoz is közelebb vitt volna, vagy illetve Albert Gáborhoz is közelebb vihette volna azokat, hogyha már így távolról megpróbálok eltávolodni ettől a kérdéstől. Úgyhogy ez számomra egy óriási vállalkozás volt, és az életem egyik nagy-nagy élménye a elsöprő élménye volt a bukovinai székelyekkel való találkozás. Mert valójában itten természetesen ebben a szociográfiában másról is van szó, nagyon sok mindenről, és hadd mondjam el azt, hogy nem csak egyszerűen a bukovinai székelyeknél, hanem valahol éppen vidéken tartottam, Mohács környékén, egy ilyen annak idején akkor sorra jártam a városokat, falvakat, ahova meghívtak, mindenhova elmentem, és ott egy fiatal ember fölállt, egy 18 éves, egy 20 éves fiatal paraszt, egy paraszt gyerek fölállt, és azt mondta, hogy ő elolvasta ezt a könyvet, és akkor valahogyan megértette egyáltalán azt, hogy mi a magyar történelem, mi az, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, és mik az, amivel szembe kell néznünk. Ez volt számomra a legnagyobb dicséret, hogy egyszerűen a magába, a történelembe sikerült valakit beavatnom, mert én úgy érzem, hogy az egész munkásságomnak a legalábbis az egyik ága, amelyik a szépirodalomról, nem a szépirodalomról, hanem a másik ága, pontosan ez volt a lényege, hogy az önazonosságunkat megtartani, és amikor én az egyik könyvemben a nem tudom, Szokratésznek a peréről írok, hogyha valaki azt elolvassa, akkor az meg fogja érezni, hogy valójában nem a görögökről írok abban sem, hanem mindazt, amit ott az ógörögökről írok, az valójában
rólunk szól, magyarokról, egyáltalán erről a magyarokról, nem is annyira mondjuk magyar, erről a közösségről. És ez a közösség, ez volt az, amelyik nekem nagyon nagy dobbantót is jelentett, és valójában a merényleteimnek a sorra, amit itt, hogyha erről van szó, tulajdonképpen sorában az egyik legfontosabb volt, és egy nagy erőforrást is jelentett nekem ez, amit ott sikerült megírnom. A könyvben sokszor beszélsz arról, hogy azok az éppen téged foglalkoztató témák, éppen munkában levő kéziratok, amelyeket soron következő feladatnak tartasz, azok hogyan késztetnek viaskodást? Ez természetes, hogy minden író küzd az anyagával. Számomra nagyon érdekes volt, ahogy megtréfálnak a szemere szövegek, több van belőlük, mint amennyire számítottál, és így tovább. Vagy ahogy gondos filológusként előre elmegy a könyvtárba, és megnézed, hogy olvasható leveleke, mert olyan könyvet azért nem kíván sajtó alá rendezni, amit silabizálni kell az anyagot, az ugye időigényes, vagy nehez pontatlanul megy, és nagyon szép, amire az előbb tulajdonképpen céloztál, hogy amikor az emelt fővel magnetofonszalagra gyűjtött anyagát írásba teszed, hogyan jössz rá arra, hogy mi is az a fogás, az az írástechnikai mozzanat, amiben meg tudod az élőbeszéd jelleget őrizni. Egyébként mielőtt választatsz, és utána András fog az emelt fővel című könyvvel egy részletet felolvasni, hadd mondjam el, hogy ezt az általánosabb jelentést, amit Gábor joggal tulajdon itt a pályája és bizonyos művei erényének és törekvésének, ezt az emelt fővel kapcsán egy nagyon szép szószerkezet fedi, település és telepítés. Ugye ezt mondod? Igen. Ebben azonnal több van, mint Bukovina és Székely. Település, telepítés, ez általános emberi létmód kérdés. A kérdés az volt, hogy hogyan is küzdöttél a szalagokról leírással, illetve mire jöttél rá, mert az egy érdekes mozzanat. Most erre nem tudnék hirtelen válaszolni. Segítsek az alanyállítmányra? Nem, ez most nem, hadd ne válaszoljon. Jó, de a szegény közönség kielégítetlen marad. Gábor nagyon érdekesen írja le, hogy a fülének nem stimmelt valami, és rájött, hogy ő a megszokott hétköznapi beszédében helyezi el mondatbeli szituációban az állítmányt, miközben nem oda kellene. Igen, szóval amikor meghallgattam például egy bukovinai székelynek egy mondatát, és akkor leírtam magamnak, és akkor valahogyan én visszaolvastam, és éreztem azt, hogy nem azt olvasom vissza, mint amit előbb hallottam. Először nem is jöttem, mert egyszerűen csak tényleg valójában arról van szó, hogy én az én baranyai baranyai nyelvjárásomban annak a szórendje nem egészen így hangzott. Ugyanakkor akkor rájöttem, hogy igen, ha egy szót csak megváltoztatok és előre teszem, abban a pillanatban lehet érezni már azt, ahogyan egy bukovinai székely fogalmazná azt. Szóval roppant érdekes volt, számomra szinte ilyen nyelvészeti tanulmányt is jelentett minden ennek a megírása. Míg az emelt fővelt írtam, különös, mondhatnám, misztikus élményben volt részem. Ahogy magnetofon szalagjaimat hallgattam, ahogy szavaikat, mondataikat abban a nyers formában újra hallottam, hogy a tulajdon környezetükben elhangzottakat papírra vessem, és az életet absztrakt betűkbe öltöztessem, szinte fizikai valójukban megjelentek előttem. Odaültek asztalom mellé, figyelték az írógép kattogását, és beleegyezően bólintottak. És azóta is csak rájuk kell gondolnom, és mindazok, akikről abban a könyvben írtam, akik igazságát megpróbáltam képviselni, akik fogadatlan prókátorává szegődtem, akár tudnak róla, akár nem, akár élnek még, akár meghaltak azóta, valamilyen alakban szüntelen ott állnak mögöttem, és ha én ezek után megszólalok, mondhatnám újra, hogy akár akarom, akár nem, valójában őket védem, és ők védenek engemet. Ennek a könyvnek az írása számomra szinte toborzó körút volt.
Ők természetesen épp úgy nem tudtak róla, mint ahogy én magam is legfeljebb halvány érzések szintjén fogalmaztam meg magamban mindezeket. Ahogy említettem, magnetofonnal dolgoztam, s akkor nagy bánatomra nem volt annyi pénzem, hogy ezeket a szalagokat eltegyem. És amikor az egyik sorozatot leírtam magamnak, letöröltem, hogy a kazettát újra felhasználhassam. Szinte szégyellem elmondani, mert valahonnan mégiscsak kellett volna annyi pénzt szereznem, hogy ezek a megismételhetetlen hangzó dokumentumok megmaradjanak. A begyűjtött anyagot közvetlen nem lehetett beleönteni a könyvbe. A fülnek ugyanis hiába vonzó az élő beszéd közvetlensége, ahogy a hang, az érzelmi színezésű hanglejtés, a személyességnek ezek a jegyei elvesznek a leírt szövegben, úgy buknak felszínre az élő beszéd esetlegességei. Sokat dolgoztam, sokat alakítottam ezeken a látszólag eleve kész szövegeken, és talán így, nem az átdolgozás ellenére, hanem következményeként, sikerült hűségesen visszaadnom nem csak a szövegek, de a tanúságtévők személyiségéből is valamit. Én magam valahányszor beleolvasok a könyvbe, még jellegzetes hanglejtésüket is hallom. Ez igen gyakran az általuk használt, számunkra szokatlan mondatszerkezetekből következik. A kazetták leírása közben vettem ezt észre. A szalagról meghallgattam egy mondatot, leírtam magamnak, és amikor visszaolvastam, a fülemmel éreztem, hogy valami nem stimmel. Szövegem a leírással elszürkült, valami elveszett belőle. Többször is vissza kellett hallgatnom, míg végre rájöttem, hogy mi volt az oka a torzulásnak. Csupán az a csekéke változtatás, hogy leírás közben az alanyt és az állítmányt önkéntelenül átdobtam arra a helyre, ahogy megszoktam, ahogy az én tájszólásom megkívánta, nem pedig úgy, ahogy ők Bukovinában mondták. A későbbiekben ügyeltem rá, hogy ezekből a sajátosságokból legalább annyit átmentsek, amennyi sajátos ízt ad a szövegnek anélkül, hogy kuriózummá válnék, s nehezítené a megértést. Nem könnyű, de élvezetes, gyönyörű munka volt. Az elkészült könyvet három embernek szerettem volna megmutatni. Elsősorban édesanyámnak, aki az anyaggyűjtés minden apró buktatójának és örömének tanúja, majdnem részese volt. Az emelt fővel 1983 karácsonya után jelent meg, édesanyám pedig karácsony előtt két héttel meghalt. Mindenképpen szerettem volna megmutatni, tudott róla, hogy ezen dolgozom, I. és Gyulának. Szerettem volna hallani véleményét. Ő 1983 áprilisában ment el. A harmadik pedig, akinek szerettem volna kezében nyomni a könyvet, Szabó Zoltán volt, akivel még London melletti lakásán fél ember nagyságú barokk angyal szobrok szomszédságában beszélgettem át egy estébe nyúló délutánt. Mire észbe kaptam, 1984 augusztusában az ő halálhírét hozta az újság. A három kivételezett nem olvashatta könyvemet. A könyv bosszúságomra 1983 karácsonya és új éve között került az üzletekbe, amikor már a kutya sem vásárol könyvet. Addigra mindenki kiköltekezte magát, minden pénze elúszott, legfőjebb kicserélni viszik vissza az ajándékot, ha véletlenül kettőt kaptak valamiből. A kiadóban, ahogy már említettem, szóvá is tettem, hogy a könyv talán mégiscsak megérdemelte volna, hogy a karácsonyi könyv vására jelentessék meg. Örüljünk, mondták, hogy egyáltalán megjelenhetett. Még szerencse, hogy nem szúrt szemet senkinek. Íme a részlet által is megerősítést nyert, amit Gábor mondott.
egy érdekes írói önvallomást teszel a könyv vége felé. Azt mondod, hogy szeretted volna, hogyha életművebb, kilóra is súlyosabb, illetve, hogy úgy mondjam, polcra hosszabb, talán így fogalmazol, hogy nem egy polcot tört meg a szekrényedben, hanem három polcot. Nem hiszem, hogy elégedetlenségre okod lenne, különösen azután nem, hogy a Pontkiadónál számos könyved újra megjelent, illetve az újaknak is otthon találtál a kiadónál. De mennyire vagy elégedett például az emelt hővel, beépülésével az olvasói tudatba, vagy az utókornak az emlék, nem is emlékezetében, hanem tudatába. Általában most, mert hát hiszen a könyvbeli fogalmazás az nem szinkronban van a mai napjainkkal, most hogy látod, hogy a könyveid mennyire hatottak? Az Emel Fővelnek elég nagy volt a visszhangja. Elég nagy volt a visszhangja, és én tulajdonképpen nagyon meg vagyok elégedve avval, amikor a kedves barátom, barátnőm, Kóka Rozi azt mondta, hogy tulajdonképpen Albert Gábor, ha csak ezt az egyetlen egy könyvét írta volna meg, akkor is valahol nem tudom, hogy a magas polcon lenne, legalábbis a bukovinai székelyeknek a tudatába valahogy a legnagyobbak közé tartoznék. Hát én nem szoktam ilyen ezt úgy mérlegelni, de azt hiszem, hogy sikerült olyan szociográfiát, amiben azért nem csak a bukovinai székelyek vannak benne, nem csak a német kérdés van benne, hanem talán, és én ezt remélem, hogy én is benne vagyok. Vagy legalábbis az az Albert Gábor, akiről mostan itten beszélünk, hogy az is benne van, hogy azért ez nem olyan, és hogy ha nem csak egyszerűen az adatai alapján és a szemlélet alapján, de valahogyan az egésznek a megfogalmazása alapján, azért ez a magyar fölfedezés sorozatnak azért a legjobb kötetei közé tartoznak. Remélem legalábbis. A könyvnek egy humoros mozzanatát vagy oldalát képezi, nem tudom, hogy látni-e valamit. Fekete Géza képzőművésznek a rajza, Albert Gábor olvas egy ilyen vizitúrán, szerintem egy remekbe sikerült ábrázolásod. Tudnál valamit mondani arról, hogy mit rajzolna le Fekete Géza, hogy Albert Gábor hogy ír? Akkor milyen pozitúrát látnánk, milyen környezetet látnánk? Hát magányosan ír, elzárva mindentől. Szóval nincsenek különös ilyen elképzeléseim, vagy nem elképzeléseim, hanem kívánalmaim. Nem, az annyira személyes jellegű az írás, hogy ottan nagyon sokszor még a család sem tudja előre, hogy mit írok éppen, hanem amikor kész vagyok vele, akkor rukkolok elé, és akkor az első olvasom azért mégiscsak a feleségem. Most egy valamit hadd mondjak azért valamit most itt a beszélgetésünkből. Azért ne higgyük azt, hogy most itt ebben a beszélgetés során, amit itt ebben a magányos merényről beszéltünk, hogy ebből tulajdonképpen lehet tudni, hogy mi van benne. Nem tudja. Azért ezt érdemes azért elolvasni, azért ezt érdemes kinyitni, bár hozzáteszem, hogy most, amikor erre készültem erre a beszélgetésre, és én is úgy végiglapoztam újra, azért olyan dolgok hiányoznak belőle, amikről hogy mondjam, mégiscsak többet kellett volna beszélni. Például arról, hogy a szárcói értelmiségi klubnak egyik ilyen folytatása azért, hogy mondjam, az én munkásságomhoz is tartozik, mert egy vastag könyvet adtunk ki a szárszói értelmiségi megmozdulásról. Szent Ágotai Jánosról is többet kellene például írnom, mert egész szinte gyerekkoromtól kezdve kapcsolatban voltam véletlenül vele, mert Pécsről. Szóval egy csomó olyan dolog van, ami nincs is benne ebbe, annak ellenére, hogy nagyon sok
sok olyasmi van, amit tényleg örülnék, hogyha úgy tudnának róla. Tudnának róla, hogy azért Albert Gábor magányos merénylőként mit tartott, nem mondom azt, hogy mindig ez a legfontosabb volt, és a legfontosabb dolgok voltak benne, de hogy az életét hogyan irányította valami, az én érzésem szerint valamilyen fölsőbb hatalom, mert azért valamit azért ugye az ember egy idő után rájön arra, hogy valami, minthogyha valami igazítaná az embernek a sorsát, hogy nem erre felé kell menned, hanem arra felé kell menned. Szóval én úgy érzem, hogy az én sorsom alakulása azért egy ilyen szerves fejlődésnek az eredménye, hogy valamilyen érzésnek, és egy, nem tudom, a főként inkább azt hiszem a szeretetnek is a bizonyos megnyilvánulás, és az sodort engem jobbra-balra, na nem minthogyha nem lett volna olyan, amikor a szeretet ellenében azért az ember ne próbált volna másképp védekezni, de én úgy éreztem, hogy a sorsom azért mégis úgy alakult, hogy engem sodort valami felé, és ez több, mint szóval nem itteni véletlenek, hanem valahogy fölülről is irányították azt az én sorsom alakulását. Hát amennyiben egy olvasó véleménye megnyugtat, akkor azt kell mondjam, hogy ez a könyvben lebegésszerűen ott van, jelen van, és miután a könyv nem szisztematikus jellegű, inkább csapongó, nagyobb tömbökre, fejezetekre osztik, és ezek a fejezetek vannak egymással párbeszédben, úgy a most mondott és most is óvatosan megfogalmazott felsőbb hatalom, késztetés, sodortatás, áramlás gondolat sem verbálisan, expresszíven jelenik meg a könyvben, nem csöndesen. Például amikor a betegségek túléléséről és legyőzéséről ész. Igazán nem hosszan időzöl nála, de mégis benne van, hogy valami arra vitt téged, arra voltál rendelve, hogy kigyógyulj egyikből, kigyógyulj másikból, vagy éppenséggel a más megpróbáltatásokból. Merényletről van szó, és bizonyára mindenki várja bizonyos fokig, szövegszerűen is több oldalt elfoglal a könyvbe. Mondjál valamit arról, hogy benned máig, hogy mára hogy ülepedett le ez az írószövetségi, már emlegetett felszólalásod annak idején, aminek akkor én is fültanúja lettem, és itt a teremben bizonyára többen vannak, akik szintén. Ezt most utólag visszatekintve valahogyan... Igen, nagyon fontosnak tartottam, hogy mindazt, amit ottan elmondtam, de valójában azért most visszatekintve úgy érzem, hogy azért nem ez volt az a legfontosabb az én életemben. Az én életemben azért nem ez volt jó, nagyon-nagyon fontos és jelentős volt bizonyos szempontból, de valójában, amikor a József Attilára gondolok, hogy én túllépek a mai kocsmán, azért ez egy kicsit a kocsmához hasonlít. Szóval ez azok közé, a jelenség közé tartozott, amelyiken én úgy érzem, hogy abban, hogy elmondtam ott, azért én túl is léptem azért ezen, és igyekeztem, és legalább most még inkább igyekszem azon, hogy valahogyan ez nyilvánvalóvá váljék. És nagyon érdekes, és ezt tulajdonképpen nagyon köszönöm a pontkiadónak, hogy most, amikor az életmi sorozatba a 12 kötet szépirodalom után a tanulmányokat és az eszéket adhatom ki, ezek egyszerűen nagyon-nagyon
úgy látom, hogy itten ilyen csoportok alakulnak ki, ugyanis az első három kötet az valójában egy trilógia, amelyik egymást erősíti, és ez az egy magányos merénylő, ez egy ilyen összefoglaló, de valójában ennek van egy páros könyve is, ennek van egy előzménye, ez a nagyon, nagyon különösen minden, ami voltunk, ami ugyanilyen alakban jelent meg, rájöttem arra, hogy tulajdonképpen ez pedig egy ilyen, ez pedig nem trilógia, hanem egy ilyen páros könyv, egy ikerkönyv, amelyik valami az egyik, a másikat egy kicsit magyarázza is. Miután a könyvnek az eleje az ősökre pillant vissza, olyan személyekre is, akiket nem is ismerhettél, de akikről egy olyan eleven anekdota kincs áll a rendelkezésedre, ami a te személyiségedre nézve is tanulságos. Ezért azt gondolom, hogy a szerkezet tekintetében a könyv végén az Illés Árpád fejezetnek, immár ugye a testközelben megismert és életedben fontos szerepet játszó, kitüntetett egykori barátnak a megjelenése, a könyv regényszerűségét, illetve a könyv szerkezetének bizonyos híd jellegét erősíti. Én Illés Árpádról annyit tudok, amennyit Vörös Sándornál olvastam róla, meg néhány művét láttam. Itt a könyvben a faksimile levelet, ami hát téged az egekbe meneszt, és olyan hiteles írógép hibák vannak benne, hogy ilyet nem lehet hizelgésből írni, mert csak az ír így, aki egy nekifutásból ír. Következik majd egy részlet hamarosan ebből a barátságból és a vele együtt járó rokon barátságokról, de Illés Árpádról, illetve erről a találkozás élményről beszélj nekünk. Hát Illés Árpád egy ilyen műterme, ilyen találkozó hely volt. Nem csak egyszerűen mi találtuk oda. A Vörös Sándoréktól kezdve, Keresztúri Dezső keresztül, szóval egy én, ahogy amikor annak idején az emléktábláját felavattuk, akkor azt mondtam, hogy valójában Illés Árpádnak a műterme egy energiaközpont volt. Ott mindenkivel találkozhatott az ember. És az Árpádnak a szertelensége és a művészetre irányuló szeretete, az valójában annyira sarkalta az embert, és olyan kilépést jelentett ebből a, most amit előbb említettem, ebből a kocsmából, hogy minden alkalommal, amikor találkoztam vele, és találkozhattam vele, néha azért elég sok bajunk volt, mert nem tudom, mindig nekünk kellett találni, hogy milyen címet adsz ennek a könyvnek, és akkor mindig gyötörtük az agyunkat, hogy mi lenne az igazi jó cím. Ő azért nem hagyott bennünket ottan, aki elment hozzá, annak azért ottan részt kellett venni abba az alkotói légkörbe, ami az ő egész lényét átitatta, és boldogság volt végül is nála minden alkalommal az a pár óra, amit ott töltött az ember. Ebből a kötetből, amit felmutattál, ugye következik majd egy részlet, hogy függ össze a Kürc barátság, bocsánat, az Illés barátsággal? Ez a minden, ami voltunk, ez egy a Kürc János Amerikában élő magyar képzőművész, aki a Illés Árpádnak évfolyamtársa volt, úgyhogy a Illés Árpádnak egyik nagy ajándéka volt végül is, egy ilyen véletlen ajándéka volt az, hogy engem összehozott az ő keresztfiával, aki nem volt más, mint a Kürc Jánosnak a fia, összehozott vele, és egy ilyen level, amikor megjelent az emelt fővel, nagyon érdekes máskülönben, hogy egy Amerikában élő
festőművész úgy érezte, hogy nem csak egyszerűen arról van, amit te is említettél itt, hogy a bukovinai székelyekre, hanem akik betelepülnek, akik ott egy idegen környezetbe kerülnek, úgy érezte, hogy valójában az emelt fővelnek az absztrakt tematikája végül is őróla szól, aki Amerikában ott egy teljesen idegen környezetben van, és akkor megkeresett engem egy levélben, amelyiknek hozzá kell tennem, hogy ez az első levél úgy szólt, hogy kedves Antal Gábor, hát én azért akkor azért, és ez jó pár évig tartott, mert 1984-től 1990-ig tartott ez az én levelezésem, rendszeres levelezésem, amit annak idején furcsa módon nem jutott eszembe nekem az, hogy amikor én kapom állandóan a leveleket és válaszolok oda, hogy valójában ezeknek a leveleknek az első olvasója valószínűleg nem ő és nem én, hanem valakik azért ezt már előtt elolvassák, amire aztán később bizonyos vagyok benne, hogy ez tényleg így is történt, de azért egy kicsit csalódtak, mert ez a levelezés, ennek a levelezésnek az egyik ága, például a leveleknek legalább egy nem, 10 levél legalább nem másról szól, mint az ő egyik fordításáról, na kinek a, most hirtelen, tessék? Rilkének egy ilyen Rilke fordítása, és egyáltalán, hogy mit jelentett Rilke neki, mit jelentett nekem, mit fordított, szóval egy ilyen majdnem, hogy filozófikus levelezés volt, és azért ebben pontosan én most utólag, amikor elővettem ezeket a leveleket, számomra is rendkívül érdekes volt, hogy hogyan sikerült nekem, nagyon zavaros időszaka volt ez a mi történelmünknek, ez az 1984-től 1990-ig, de ebbe a levelezésbe egy ilyen tisztultabb légkörbe, egy ilyen túllépve ezeken, ahogy előbb említettem, túllépve az itteni hadakozásra, az itteni kocsmán, túllépve valamilyen másik régiókba folyt ez a mi levelezésünk, amit nagy boldogság volt nekem mostani a sajtó alá rendezni, és úgy érzem, hogy ez a kettő tulajdonképpen, két könyv szintén ilyen ikerként úgy kiegészíti egymást, és valami többet ad, és többet mond el erről a mi itteni eseményeinkről is, mint amit úgy az ember visszaemlékezve próbál magának megkonstruálni. Az emelt fővel című regényes szociográfián, vagy inkább szociográfiába hajló önéletrajzi regénye megjelenése után, mert ez a könyv alaposan beleszólt életem alakulásába, megbojdult körülöttem a világ, s a nagy nyüzsgés közepette egyre súlyosbodó magányomat egy különös esemény törte fel. Levelet kaptam Amerikából. A kézzel írt címzés nem árult el semmit, s megdöbbenésemre a megszólítás is idegenül merett rám, nem nekem szólt. Kedves Antal Gábor. Ezzel kezdődött a levél. Nem kellett hozzá nagy nyomozó munka, magából a levélből is kiderült, hogy írója nem más, mint Illés Árpád festőművész, keresztfiának az édesapja, aki valamikor az előidőkben a képzőművészeti főiskolán barátságot kötött Illés Árpáddal, és ez a barátság azóta sem szakadt meg. Az Amerikában élő festő, belelapozva az imént szociográfiába hajló regénynek nevezett emelt fővelbe, úgy érezte, ez a könyv neki szól, sőt, róla szól, s megírta első levelét egyelőre az alig ismert Antal Gábornak. Ki volt Illés Árpád? Lehetne kérdezni, de sokkal inkább hangozhatnék úgy a kérdés, hogy annak idején a 60-as, 70-es években a festő Illés Árpád mit jelentett nekünk? Mit jelentett robbanékony személyisége, sajátos levegőjű műterme? Nem csak azt a helyet, ahol a varázslatos illésképek megszülettek.
Nem. Nekünk ennél sokkal többet jelentett. Mi ugyanis úgy éreztük, az a könyvekkel, bizarr tárgyakkal zsúfolt műterem valójában energiaközpont. Hogy tovább fokozzam, összművészeti, festői, zenei, irodalmi, sőt, erkölcsi energiaközpontnak tekintettük, ahol fel lehet töltekezni. Mondhatnám persze azt is, hogy találkozó hely volt Illés Árpád műterme. Az egyetemesség jegyében itt adott találkát a pazarul díszített olasz reneszánsz szekrény az ó-egyiptomi ganai túró bogár képmásának. Itt találkozott a népi faragás remeke az élőkről készített halotti maszkokkal. Illés Árpád a festészeten túl a szenvedélyes gyűjtők családjába tartozott. A tárgyak szinte belopakodtak műtermébe. De nem csak a tárgyak. Valamikor az ősidőkben Vörös Sándor is rátalált Illés Árpádra, mint ahogy a Kerényi Károly fémjelezte argonauták is megtalálták azt a fiatal festőt, aki mágikus szellemi légkört sugárzó műtermével szinte maga is alkotó módon részt vett munkájukban. Szeretném hinni, hogy azok a rejtett utak, amelyek hozzávezettek, előre el voltak tervezve, és a zene és a zenészek csak eszközök voltak valaki kezében, hogy az ő közvetítésükkel bejáratos lehettem az Illés kávéházba, és megtapasztalhattam annak a szellemi közösségnek egyetemes erejét. Árpád számára a mű volt a legfontosabb. Létrehozása megfellebbezhetetlen erkölcsi parancs. Szótárában a mű és az életöröm és a szépség elválaszthatatlan volt. Remek művei a lét filozófia síkján erről beszélnek, mint ahogy élete példája is ezt bizonyítja. A példa volt atyai barátom legértékesebb ajándéka. Az ajándékok közt tartom számon azt az ismeretlen amerikai levélírót is, aki egyelőre semmit sem tudott rólam, s még a nevemet is rosszul írta első levelében. Ő is tagja, és részese volt az előbb jellemzett határokon átívelő sajátos szellemi centrumnak. Ez az első bemutatkozó levél kéznyújtás volt. Tartózkodó vallomás és szavakban meg sem fogalmazott kérés. Őszintén örülök annak, hogy az elnöki asztalnál elhangzottak, amit előbb Gábor mondott, és utána a felolvasás ismét egymásra talált. A szemelvényeket Gábor választotta, de úgy jó érezni, hogy a saját megírt szöveged mennyire elevenen él benned, hogy a könyv téged tükrözte, pedig a könyvet személyesen és élőszóban a könyvet. Ezeket a szemelvényeket én hetekkel ezelőtt Gábortól megkaptam, és megmutattam valakinek, egyetemi kollégának, hogy fussa hát. Az egyikről úgy éreztem, hogy hosszú, erre Gábor 3 nap múlva írt, hogy vegyük le az utolsó bekezdését, le is vettük. Elég az hozzá, hogy azt mondja nekem ez a kollégám, hogy ezt az utolsó idézetet nem azért választotta Albert Gábor, mert önvallomást akar tenni. Voltak éppen ő is egy energiaközpont típusú ember, és az életműve műfajoknak a találka helye. Hát hiszen, ha megnézed, akkor abban az eddig publikált mintegy 40 könyvedben, jól számolom? 40 könyvedben, hát legalább 9-10 különböző típusú, de a szó itt elég nagy amplitúdójával különböző típusú szöveg ad egymásnak találkát, és egy levél gyűjtemény sajtó alá rendezése, egy szociográfia, egy novellás kötet, és így tovább. Ezek egy szóval, elfogadod ezt a találkahely életmű jellemzést, vagy sem? Hát akár elfogadom, akár nem, így van. Így van, úgyhogy ez az életmű. Igen, igen. Visszatérve erre a kedves barátomra, Kürcz Jánosra, az első levéltől kezdődően egyre inkább éreztem azt, hogy ebből valamilyen a
szeretet sugárzott, és ugyan a Pál apostolnak a szeretet himnuszából talán elmondja, mindent elmond, hogy nem tudom, mi a szeretet, de a szeretet kíváncsi is, és érdeklődő is. Úgyhogy pontosan a leveleiből pontosan azt láttam, hogy ő szeretne többet tudni rólam, úgyhogy erről szól valójában ez a minden, ami voltunk, ez az egyik ilyen, mondhatnám azt is, hogy ez a szeretetre vágyó embernek a bemutatása, mármint úgy értve, hogy az Amerikában élő, aki ugyan nagyon szép családi életet élt ott, de valahogyan azért mégis valami azért én éreztem mindig, valami azért neki mindig hiányzott, és ez a levelezés volt az egyik ilyen készszorítás, amit úgy éreztem mindig a minden egyes levelét, amikor elolvastam. És ugyanezt a készszorítást ő viszont érezhette. Hadd fejezzük be ezzel a készszorítás mozzanattal, hasonlattal, és természetesen egy harmadik Bach játékkal is. Amikor például válaszolsz neki, és elegánsan és baráti szeretettel úgy teszel, mintha ő hívta volna fel a figyelmedet Rilkére, holott te már a könyvben is, korábban is bőségesen a rilkei, a duinói energiák mélyére hatolni akaró izgalmadról beszélsz. Ott látszik, hogy két ember úgy keresi egymást, hogy megérzik, hogy mi az, ami a szeretet nyelvén a másiknak segít. És ezt a szeretet nyelvét, amit te magad mondtál ki, hogy a szeretet az az életedben igazgató, irányító, magasabb elv volt, ez tulajdonképpen még azok a műveid is tükrözik, amelyekben nagyon sok gyűlölet vagy kritikai ellen harag van, mert nem tagadjuk, például akkor a írásaidban van mi ellen lázadni, de másutt is. Gábor az utolsó szavaiban, megköszönöm neki a beszélgetést, nem az egy magányos merénylő elmélkedéseire, hanem a másik kötetet terelte át a hangsúlyt, de azt hiszem a pontkiadó csak a magányos merénylővel készült, vagy van itt a... Nincsen, az elfogyott. Lényeg, ja, hát hála Istennek, akkor ez új kiadást kérünk. Akkor viszont... A szokásos moderátori befejező mondat, hogy a figyelmünket is köszönöm, és természetesen az est végeztével a könyv megvásárolható szerintem horribilis kedvezménnyel, és Albert Gábor dedikál.